Sziasztok! A mai videóban, az utolsó ilyen maszkolással foglalkozó videóban egy elég érdekes eszközt fogunk bemutatni. Nagyon egyszerű, bár egy kicsit több tudás, nagyobb odafigyelés kell, mint az előzőekhez, de szerintem jól hasznosítható eszköz. Azaz láttok egy képet, és a képben, a statikus képben ott mozog, a polaroid felvételben ott mozog egy kis bejátszás, azaz ilyet fogunk elkészíteni a mai nap, legalábbis az első felében. Mi kell ehhez? Ehhez kell egy statikus videó, azaz a háttér videó vagy egy kép, illetve az a videó, ami mozog abban az adott kép részletben. Azaz a mai nap ilyen kis négyzetbe vagy egyéb alakzatba készítünk el egy átlátszó részt, illetve készít el a program, és azon keresztül lehet látni majd az alakzatot, azt a videót, ami mögöttem egy ilyen hirdetéseknél, egy kis attraktívabbá tevő gondolatoknál könnyen megoldható. Tehát videó a videóban felkiáltást egy picit szebbé, jobbá és kényelmesebbé tesszük. Mi kell ehhez? Kell egy kép, itt bevillantottam ezt a képet, és kell egy videó. Mi az, amit meg tudsz csinálni? Ez egy statikus kép, azaz, hogyha úgy gondolod, hogy te egy képmanipuláló programba szeretnéd mondjuk a GIMP-be beimportálni, majd ezt a részt, ami átlátszónak kell lenni, átlátszóvá teszed és a képet lemented, az is egy megoldás. A másik megoldás az, hogyha felhasználod ezt az effektust, ezt az eszközt a KDN Live-ba, de egyébként a legtöbb videószerkesztőben bent van. Mi a probléma számunkra? Az elsődleges probléma az, hogy itt nem tudunk megjelölni egy olyan szín, egyértelműen és világosan, amit ő esetleg egy kroma effektussal, egy színeffektussal el tud tüntetni. Azaz, jó lenne ehhez egy olyan eszközt használni, amivel ki tudjuk jelölni ezt a polaroid képnek a belsejét, most ő lesz a példa, és őt átlátszóvá teszi. Hát a megoldás nagyon egyszerű, természetesen először az alapvideót rátesszük az egyes sávra, ez az alapvideó, ahogy én hívom, az természetesen az, ami át fog látszódni, és felhúzzuk rá a képet. Hogy kényelmesen tudjunk dolgozni, végighúzom a videón keresztül a képet, azaz folyamatosan és egyértelműen a végéig húzom, majd levágjuk, ami nem kell. Beállítjuk előre, ez az én heppem, hogy előre be legyen állítva. Hát látható, itt nem túl szép a helyzet, hiszen kilóg az alsó videó a kép mögül. Nem elvárás, illetve elvárás lehet, de nem mindig teljesül az, hogy olyan képet kapjál, ami a monitorodnak, illetve a videódnak a felbontásának pontosan megfelel. Első lépésbe rákattintunk erre, effektusok között kiválasztjuk azt, hogy zoom, ez legyen az első zoom, és ráhúzzuk ide, ráhúzzuk, kész, és neki megmondjuk, hogy legyen szíves torzítani, akkorára növelje, igazítja a képernyő mérethez, és akkor már nincs is ilyen alá, fölé vagy mellé kilógás. Ezt nem mindig tudod megtenni, hiszen vannak olyan képek, amelynek az oldalaránya kötött, akkor természetesen nagyítással vagy esetleg körbevágással tudsz manipulálni, itt természetesen a zoomot meg tudod tenni annélkül, hogy ezt a torzítást használnád. A következő gondolat mi? Természetesen az, hogy itt ebből ki kéne vagdalni ezt a kis torz négyzetet. Ezt mivel tudod megtenni? Beütött, hogy rotó. Tehát rotoszkópiát fogunk használni, megfogod, ráhúzod és rákattintasz. Az első gondolat, hogy a pozíció és a zoomot egy picit összezárod, nem becsukod ezzel, hanem összezárod, és utána megkapod a teljes képernyőn azt a felületet, amit mi szeretnénk használni. A használata nagyon egyszerű, ha ide mész, rögtön kiírja, hogy klikkelj azokra a pontokra, és a másik, azaz a jobb klikkel pedig bezárod az alakzatot. Hogyan csináljuk? Egy kis trükközéssel megmutatom, hogy hogyan lehet ezt kényelmesen megcsinálni. Rákattintasz, ide, a másik gombbal, a jobb eger gombbal látható, direkt úgy csináltam, hogy ez elég csúnya legyen, tudod mozgatni, be tudod pontosítani azt, hogy hol legyenek a pontok. Én kinagyítottam a képernyőmet, és
beállogatjuk, és egy kis állogatás után megkapjuk a pontos beállítást. Amit érdemes tudni és használni, hogy az Inkscape-hez, illetve vektorgrafikus eszközökhöz használható, hasonlóan tudod egy kicsit görbíteni, Bézier görbékkel beállogatni, nem csak négyzetesen egyenes vonalakkal, hanem különböző ívekkel is azt a képet. Ez gyakorlatilag eléggé macerás, tehát arra figyeljetek, hogy ez nem úgy működik, hogy két klik aztán kész van. Egy téglalapot, négyzetet vagy sokszöget, amit egyenes vonalak határolnak, azt kényelmes elkészíteni, hiszen ott az egyenesekhez lerakosgatod a pontokat, egy kicsit tilitolizott, ahogy itt előbb láttátok, beállogatjátok, de amikor már íves a dolog, akkor ezekkel a pontokkal, kicsit a fülekkel, ezekkel a fogókkal, amiket az előbb mozgattam, mozgatni tudod, látható, szépen odébb mozog, akinek van egy kis vektorgrafikus beállítottsága, illetve az Inkscape-et használta, biztos, hogy könnyedén el lesz ezekkel. Nem ideális a dolog, ideálisabb lenne, hogyha saját maga az éleket megtalálná, esetleg ezt a medúzát ő saját maga berajzolgatná, de igazából valljuk be, eléggé irreális elvárás egy ingyenes programtól, hogy ennyire pontosan és extrémen meg tudja oldani, azaz megcsináltuk az átlátszóságot. Ezután bezárjuk ezt a nagyított képet, avval a kis ikonkával, majd visszateszem erre a monitorra az eszközt, és látható, ops, hát ez nem az, amit szeretnénk, igaz? Ez egyáltalán nem az, amit én szeretnék, hiszen én mit szeretnék itt elérni? Az, hogy a medúzák a képben legyenek, a többi háttér meg maradjon úgy. Hát bizony ez nem úgy működött, ahogy szeretnénk, hát természetesen az invertálásra kattintunk, és már is látjuk, hogy azt látjuk, amit nekünk kellett, azaz elindítom a lejátszást, és ott bent uszkálgatnak medúzáink, ha pedig szeretnéd azt, hogy egy picit összép nyomot legyen a háttér videód, akkor sincs különösebb probléma, kiveszed az invertálást, hogy jól lásd, hogy mit csinálsz, erre rákattintasz, effektusok közül, mivel nagyítani, kicsinyíteni szeretnénk, a zoomot keressük elő, kár is volt a zoomot beírni, csak a Z betűre elugrik, és rákattintasz, rázoomolsz, úgyhogy egy kicsit összemenjen, Shasper kb. 80% legyen annyi, összement, és akkor ez ugyanúgy, mint bármilyen zoomolásnál tudsz mozgatni, legyen még egy kicsit kisebb, 60%-ra összenyomod, és bepiszkálod oda, látható, akkor már több, és esetleg szebb mennyiségű állatka fogod mozogni, illetve természetesen, hogy a zoomolás pozíció és a zoom eszközt már ismerjük, ezzel is tudod mozgatni a méretet, a középső kereszttel mozgatod azt, hogy hol helyezkedjen el. Arra azért figyelj, hogy itt a határok, azaz a háttérvideó nagyobb legyen, mint a lik az előző képen, azért az megmaradjon, és ezután már visszatesszük, ide kattintunk, és visszatettem az, hogy invert legyen a kijelölésünk, és utána mehetünk is tovább, elindítjuk a videót, és látjuk, hogy ott bent szépen fognak mozogni az állatkák, készen is vagyunk. Nem csak Polaroidba lehet ezt belerakosgatni, bármilyen olyan kijelölt területet átlátszóvá, kimaszkoltá tudsz tenni, amit te bejelölsz, azaz bármi lehet, én azért a Polaroid, oké, sokan már nem ismerik ezt a fotózásos fényképészeti eljárást, ez egy rögtön fotó volt, azonnal elkészítette 3 perc alatt a képet, bár hozzáteszem, eredetileg nem a Polaroid volt a licensz, hanem a Kodaké, de hát ez így alakult, és jobban megmaradt az, hogy Polaroid, azaz rögtön fotó, mint hogy a Kodak Eastmannél lévő rögtönfotó eszköz. Na hát lényeg az, hogy meg tudtuk tenni, de berakosgathatsz bármilyen eszközt is, például az előbb látott videót. Az előbb látott videónak egy eltérése van, erőteljes eltérése van ehhez képest. Miért? Mert ott már a csipeszeknek a körvonalát is be kell állítani.
Azaz nem olyan egyszerű ez a dolog, hogy fogsz egy négyzetet, bár azt is meg tudod csinálni, hiszen ezeket tudod úgy mozgatni, hogy pontosan egy négyzet legyen, és az látszódjon át, vagy akármilyen alakzat látszódjon át, meg lehet tenni, és lényeg számunkra így tudsz egy egyenes, illetve íves vonalakkal rendelkező alakzatot, vagy alakzatokat kijelölni egy videóba, vagy egy képen, hogy az ott átlátszó legyen. Nagyon egyszerű. Ha valaki elég szemfüles, észreveheti, hogy itt van egy idővonal, van egy keyframe elhelyezési lehetőség, azaz, már ebből gondolhatjuk azt, hogy a videónk egyes részeinél máshova, vagy máshogy tudjuk elhelyezni ezt a rotoszkópos átlátszóságot, azaz tudjuk mozgatni. Nagyon egyszerű a mozgatási lehetőség, nézzük is meg, itt van egy keyframe az elején, kap egy keyframe-et, és ide kattogtatunk egy-két dolgot, bezárjuk, és ott van az átlátszóság, átugrunk ide. Ott van az átlátszóság, kap egy keyframe-et, és ezt az egész izét elhozzuk ide, majd a videónk végére, vagy odaava rákattintottam, megint egy keyframe-et leteszünk, egy pozíciót, és akkor elhozzuk ide. Nézzük meg, hogy ez hogyan működik, illetve mit sikerült elérni nyilvánvalóan. Vélhetően az átlátszóság ilyen mozgást tesz, ne azt nézzétek, hogy éppen jellemzően értelmetlen dolgot csináltunk. Ennek örömére betesszük ide a invertálást, hogy azért látható legyen. Elindítom az elejétől, és megnézzük azt, hogy mit sikerült összehozni. Ott az átlátszóság, és elindul egy mozgással, oda, ahol szeretnénk, ahol kijelöltük, majd visszamegy oda, ahol kijelöltük. Ilyen egyszerű a rotoszkópos megoldás, azaz ez egy mozgásra is alkalmatos eszköz. Nyilvánvalóan egy-egy képrészletet, vagy egy videórészletet kiemelni, vagy éppen átlátszóvá tenni, egy kicsit mozgékonyabbá tenni, nagyon alkalmas, illetve természetesen különböző trükközésre is ad lehetőséget. Nyilvánvalóan láttátok, hogy az ajtó az mozog, kitárul. Ezzel szeretném bemutatni a rotoszkópnak a mozgási lehetőséget, illetve a mozgatási lehetőséget. Az előző egy egyszerű volt, innéd oda megy az átlátszóság, ezzel nincs különösebb probléma. A következő gondolat az, hogy rátesszük természetesen, és az ajtó nyitás mögött szeretnénk, kinyílik az ajtó, és szeretnénk azt, hogy ne ez a rész legyen benne, hanem mi legyen. Mit szeretnénk ott látni? Az, hogy ott uszkálnak az ajtó mögött a kedvenc medúzáink. Már véleményem szerint ezek a medúzák jogdíjat szehetnének tőlem, azért, mert állandóan ők a példáim. Mi az első feladat? Oda megyünk a tulajdonságokhoz, és beállítjuk azt a pontot, ahol elkezdődik a kinyitása az ajtónak, szépen oda megyünk, mindjárt jön a hölgy, hozza a kezét, és elkezdik kinyitni. Kinyitáshoz, hát egy picit még odébb visszük, a jobbal nyilacskával tudsz léptetni, mindjárt előtűnik az a rész. Igen, amit mi szeretnénk kivágni, azaz kap egy keyframe-et, megmondjuk ennek a lehetőségnek, hogy bizony, itt egy másik beállítás lesz, azaz egy pöttyöt, egy pontot határozunk meg, ahol a beállítás változik. Ennek örömére én ide átteszem, és kinagyítom ide a képet, és szépen óvatosan lerakosgatjuk a pöttyeinket, nagyon odafigyelve, hogy minél kevesebb utómunka legyen, hogy hova tesszük, és jobb klik. És van egy nyilló ajtónk, amin igazából nem a halacskák látszódnak át, de ezt nagyon egyszerűen megoldjuk, természetesen az inverse beállítással elindítjuk a invertást, azaz a másik fog megjelenni. Nyilván, hogyha valaki egy kicsit pontosítani szeretne, egy picit még visszamehet, hogy nagyon-nagyon vékony legyen ez a kezdeti dolog, de mi ezzel most nem fogunk törődni, hanem megyünk tovább, elindítjuk a videónkat, és mehet tovább a videó, szépen nyílik az ajtó, de hát nyilván nekünk az nem túl kellemes, hogy pontosan itt
meg itt a hátteret látjuk, és nem a kedves halacskáinkat, illetve meduzákat, szépen átállogatjuk a beállítást, odahúzkodjuk a pöttyöket, ahova számunkra kell, és visszamegyek videóba a másik monitoron, és látható, hogy ez itt aztán nem jó, hát itt valami nagyon-nagyon nem jó, hanem mit ha hibáztunk el? Azt hibáztuk el, hogy ide valahova, ahova kinyillásnak a szöge annyi, amennyi számunkra kell, egy picit vissza-vissza, nem tettünk keyframe-et, teszünk keyframe-et, megyünk tovább, járatjuk a videót, itt van a be, és megy tovább, és megint változtatunk rajta, de először én a másik monitoron hozzábígyeztem a keyframe-et, és akkor lehet továbbiakba ideállítani, odaállítani, és ideállítani. Természetesen azt is meg tudod csinálni, hogy a végén, tehát ennek viszonylag egyenletes, lineális mozgása van, az elején megcsinálsz egy nagyon kicsi részt, és amikor teljesen kinyílik, akkor rápontosítasz, de nyilvánvalóan nem mindenhol ilyen kényelmes dolog, hiszen maga a kivágandó rész is nem csak kinyílik, hanem egy picit leföl is mozoghat, azaz mindig próbálj meg minél több, szükséges hozzáteszem, minél több szükséges keyframe-et beállítani és oda bepontosítani a mozgást. Nyilván itt az egyszerűség kedvéért választottam ezt a beállított videót, nyilván ez erre készült, kinyit, valami látszódik mögötte, becsukott nem fogjuk csinálni, azaz mehetünk is tovább, elindítom másik monitoron a videót, leállítom, kap egy keyframe-et, tudjátok, a plusz jelre rákattintunk, idejövünk, és akkor itt, és megpróbáljuk megfogni, és itt, és látható, ezt azért kitolom oda, tehát eléggé macerás, és akkor megyünk tovább, kinyílik az ajtó, teljesen kinyílik az ajtó, ő kap, egy kicsit visszamegyek, hogy az jó, keyframe-et, és kinyílik az ajtó, kihúzod ide teljesen a szélére, és ezt is teljesen a szélére, és ennyi, becsukjuk ezt a kinagyított képet, visszaszerezzük a KDN live-unkat, és megnézzük, mit sikerül csinálnunk. Mi itt a hiba? A legelején nincs olyan keyframe, ahol ne lenne valami. Tehát az legelejét kinagyítjuk újfent, beállogatjuk azt, hogy itt bizony ne legyen semmi. Semmi átlátszósága ne legyen, átlátszódik, és meg is vagyunk. Indítsuk el a videót. Na, így már jobb, így már valamivel jobb. Ahogy kitárul az ajtó, ahogy tárul kifele az ajtó, úgy jönnek elő a halacskák. Mi itt a hiba? Nézzük is meg, odaléptetek. Látható, nincs nyitás, de ő azt érzékeli, hogy ott, abban a pillanatban, az elejétől, tehát a nulladik keyframe-től, az első bejelölt keyframe-ig lineálisan kellene tágítani a látószöget. Így bizony, mit fogunk csinálni? Az első keyframe elé egyetlen egy visszanyilacskával, tehát egy kockával beteszünk egy keyframe-et, aminek az értéke nulla lesz. Egyszerűen nulla lesz, azaz nem lesz ott semmi. Az elsőtől, a legelsőtől eddig, a most már a második keyframe-ig nem fogunk itt semmit látni, hanem ott semmink nem lesz. Na, meg is nézzük, hogy mit sikerült összehoznunk. Kinyitja a néni, nincs semmi, és onnan ide előjön. Természetesen erről már megállapítható az, hogy eléggé macerás a beállítás, tehát eznek a módnak a beállítása, az ábrázolási mód, illetve az elhomályosítás, az élek közötti átmenet, tehát a háttér és az átlátszóság közötti
liknak a széle az milyen legyen, azt be tudod állítani, látható egy kicsit elmosódottabb, illetve hát próbáljátok ki, akkor látható lesz. Hogyha ezeket, él, elmosásokat, átmenetet, szélességet pontosan megpróbálod beállítani, akkor nem lesz annyira feltűnő, hogy ott átmenet van, hanem magát, azt az effektust, azt az elvárt gondolatot fogod megkapni, amit te szeretnél megcsinálni. Ez hosszadalmasabb idő, mint egy kék háttér vagy egy zöld háttér mögé berakni valamit, de szerintem ezt simán meg tudja csinálni bárki, akinek van egy kis kézügyessége. Itt is igaz, hogy a BZR görbéket tudod használni, tehát nem csak egyeneseket, hanem ferde, görbe, illetve íves vonalakat is meg tudsz ezzel tenni, be tudod szépen állogatni. Nagyjából a kép, a videó a videóban téma ez, de ennek ellenére, hogy ezt már megbeszéltük, egy-két jó kis trükközést szeretnék mutatni. Jellemzően feliratok készítésénél szoktam használni, de gyakorlatilag bármi egyéb átlátszóság rotoszkópiához hozzá tudod illeszteni, videóban is működhet így, de egyszerűbb ezt megmutatni feliratoknál. Egy kicsit előkészítettem a bemutatót, nyilvánvalóan nem itt szeretnék gépelgetni, a feliratokat elkészíteni gyakorlatilag. Mindenki tudja már, hogy hogyan készülnek a címklippek, hogyan tudunk egy videót feliratozni. Azaz, videó feliratozáshoz kell maga a videó, ők a medúzák, illetve kell a felirat. Eddig semmi újdonság nincs. Most azt szeretném elérni, hogy amikor én beszélek, és azt mondom, hogy első sor, akkor az első sor tűnjön elő, majd a második sor, amikor azt a témát említem meg, illetve a harmadik sor, amikor a harmadik sor témát említem meg, azaz a beszéddel szinkronban kerüljenek elő azok a feliratok, amire szükség van. Ezek ilyen felsorolások, egyebek, amiket elég sokszor használunk előadás közben, vagy valaminek a bemutatása közben, és ezt meg lehetne csinálni úgy, hogy különböző egyéb több darab címklippet létrehozunk, azaz az elsőn az lenne, hogy az első sor, amikor az első sorról van szó, akkor ő bekerül, majd amikor a második sorról lenne szó, akkor egy másik címklip, első sor és második sor felirattal bekerülne az előadásba, harmadik sor pontosan. Ugyanígy egy harmadik címklippen mind a három jelenje meg. Ezzel az a probléma, hogy lényegesen könnyebb egy felsorolást egy címklippen megtenni, mert akkor az igazítás, hogy azért az első betűk legalább függőlegesen egyforma helyen legyenek, illetve a távolságok is egyformák legyenek, nem nagy gond. Ha valakinek ilyen komplettebb kell, akkor nem a KDN Live-nak a feliratozóját, hanem Inkscape-be vagy akármibe elkészíti a feliratot és beilleszti mindegy képet, tehát nagyon jól meg lehet oldani, de azért valljuk be, egy-egy ilyen felsorolás szerűséget kényelmesebb, gyorsabb megtenni úgy, hogy bedobod a címklip szerkesztőbe a három sort, aztán kalap kabát, ő összeigazgatja, ahogy kell. Azaz elkészítjük a címklipünket, ami ilyen, hát három sor. Majd utána természetesen arról van szó, hogy mi hogyan szeretnénk ezt előtüntetni, a rotoszkóppal szeretnénk ezt megtenni, azaz ráhúzzuk a rotoszkópot. Igazából semmi nem változott, oda megyünk az effektus szerkesztéséhez, és ebben a pillanatban, ebben, ahol itt van a kis nyilacska, itt van a vágóél, tűnjön elő az első sor. Ez nagyon egyszerű, hozzáadunk egy darab olyat, ami számunkra fontos, mi az? Természetesen egy keyframe, azaz egy jelölő, és utána hozzáadunk még egyet, úgy, hogy egyet léptetünk a jobb nyilacskával, tehát egy kockát ugrasztunk. Így biztosabb az előbbi tapasztalat alapján, hogy jól fog működni. Első körben rákattintunk a clip jelölőnkre, a keyframe-ünkre, és itt bizony elő fog tűnni. És meg is mutatom, hogyan kell az első sor előtűnését elkészíteni. Mi a fontos? Az, hogy pontosan odafigyelve dolgozzunk.
átteszem a másik monitorra a KDN Live-ot, és rákattintok a kis ikonra, ami kinagyítja, és már szépen is működik. Azaz, kattogtathatunk egy kattintás ide, egy kattintás ide, egy kattintás ide az első sor alá, majd én egy kicsit odébb bejelölöm a két sor közepét, majd ide megyünk, második sor a közepe, harmadik sor teteje, harmadik sor alja, és ide megyünk, és rákattintunk jogbeger gombbal, és mit látunk? Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon kényelmesen mi történt, semmi nem történt. Gyakorlatilag annyi a feladatunk, hogy ezt a vonalat, ezt és ezt közötti téglalapot majd ide áthúzzuk abban a pillanatban, amikor számunkra ott szükséges. Azaz, első körben elkészült a elején az a kis sablonocska, amit működtetünk, majd megyünk a következő keyframe-re, itt a teteje, és itt az alja, illetve fordítva. Azért vannak bent ezek a kis plusz pöttyök, hogy ez ne innéd induljon ki, hanem egy külön bázis legyen mindegyiknél. Oké, megvagyunk a keyframe-mel, a pontosítással, majd tovább léptetünk oda, ahol szeretnénk, hogy megjelenjen. A kép, én a vágóért szoktam húzni, és akkor beteszünk oda egy keyframe-et, a biztos, ami biztos pontosan, és beállítjuk az ennél lévő, keyframe-nél lévő beállítottságot, és elő is tűnt. Ne törődjetek azzal, hogy fekete a háttér, és nem ilyet akarunk, hanem majd szépen megyünk tovább. Oké, megvan a következő keyframe, így kell kinézni, megyünk tovább, itt jelenjen meg, ő kap egy keyframe-et, biztos, ami biztos, megnézzük még egyszer, hogy jó helyen van-e a kurzorunk, és elindítjuk ennek a harmadik sornak az előtűnését, és utána ennyi, megnézzük, hogy hogyan fog ez működni, ennek örömére visszamegyünk. És ennyi. Mit látunk? Azt látjuk, gyakorlatilag amit csináltunk, hogy itt igazándiból semmi nem történt, hanem szépen elindul a dolog. Egyetlen egy hiba van az elején. Ezhez teszünk egy keyframe-et a legelejére. Egy picit odébb, nem, hanem. Az elejére kell egy nullából induló keyframe, ami adja azt, hogy ott bizony semmi nincs. Azaz javítani kell a felhasználáson egy picikét, hiszen gyakorlatilag itt ebben a pillanatban nem az van, amit mi szerettünk volna, hanem a nulladik kezdeti pontban minek kéne lenni annak, amit én az elején beállítottam, és el is tüntettük. Ahogy látni, megvárja, amíg én beszélek, első sor, és előugrik. Második sor szépen lassan a távolságoktól függően. Tehát erre nagyon-nagyon figyeljetek, hogy a távolságokkal szabályozott, hogy hol legyen az előugrás, és milyen gyorsan. Ha azt teszed, hogy ide beteszel még egy keyframe-et, hogy ez és ez a második sor sablon rajzot tartalmazza, és ide beted keyframe-től húzod el a harmadik sort, akkor mind a villám elő fog ugorni, tehát magad szabályozod a tól, igen. Azért van itt a akkoriban az első, de most már az első sort jelző harmadik kis bütyök előtt egy keyframe, menjünk is vissza, hogy bemutassam, hogy itt amíg a itt alig látható keyframe-ig el nem érünk, addig bizony ne ugoljon elő, ne legyen mozgás. Ha véletlenül azt szeretnéd, hogy a második keyframe-nek az indítása az később legyen, és az első sor lassabban jöjjön elő, akkor átmozgatod oda, ahova akarod, látható, nem változik semmi, és így nézzük is meg, milyen változás történt, semmi nincs, és utána előjön szépen lassan az első sor, majd szépen lassan, már egy kicsit gyorsabban, mint az előbb a második sor, és utána a harmadik sor is előjön.
tehát a keyframe-ekkel szabályozod a tól, íg, innéd induljon és eddig tartson, és esetleg beteszed a harmadikat, ahol nem változtatsz rajta semmit, akkor ott stabilan, mozdulatlanul fog működni a rotoszkópia, azaz az átlátszóság az áttüntetésnek az eszköze, és ezzel be lehet állogatni. Kicsit macerás, például olyanhoz is nagyon jó, hogyha szeretnél ilyen gépírásos, régi, mechanikus írógép hang, hogy leütés, akkor jelenjen meg egy betű, ahhoz finoman hozzá tudod a hanghoz igazgatni ezeket a keyframe-eket. Ezzel szépen el lehet játszani. Nyilvánvalóan mindenki látja, hogy nem ezt szeretnénk, hogy a halacskáink, bocsánat, a meduzáink fölött ilyen fekete pacini legyen, ilyenkor megpróbáljuk, hát bizony nem ezt akartuk, a átállogatást végig kell nézegetni, hát bizony nézzük is meg, hogy itt mi történik, hát ez nem igazán az, amit mi szeretnénk, hanem a minimum, tehát végig kell játszani. Nyilván, hogyha valaki sokat használja, megszokja, hogy melyik beállítás az ideális, melyiket kell használni, én úgy gondolom, hogy van 4-5 beállítás, mindegyiket megnézi az ember kezdeti időszakban, hogy melyik az ideális, és akkor számára megfelelő lesz. Nagyon szépen előtűnnek a feliratok, úgy, ahogy szeretnénk, és nincs mögötte az a randa fekete paca. Gyakorlatilag ennyi. Oda kell figyelni egyrészt arra, hogy pontosan rajzolgassunk, másik rakosgassunk be a sorok közé egy felezőt, tehát hogy ott törjön meg a vonal, és a sorokat szépen kijelölgethetjük, mondjuk 100 darab felsorolásnál. Ezt nem igazán kéne így megcsinálni, ott más módszereket kéne használni, ha nincs a sorok között elegendő kényelmi távolság, akkor eléggé macerás, még kinagyított állapotban is a képet ezzel tudod kinagyítani. Én azért szoktam a másik monitorra áttenni a KDN Live-ot, hogy itt ne legyen semmi zavaró, és itt jelenjen meg a másik, a nagyobbik monitornézet, azaz szépen be tudjuk állítani. A következő gondolat, hogy ezzel más módon is tudunk játszani, azaz színátmenet szerűségeket, színáttűnéseket is létre tudunk hozni. Hogyan? Nézzük is meg. Ebben az effektusban egy fehér feliratból megyünk át egy beszínezett feliratba, ami gyakorlatilag abból áll, hogy van egy alapvideónk, amit feliratozunk, majd elkészítjük a feliratot a kívánt indítási színben, azaz fehérben címklippet összetudsz hozni, nagyon egyszerű, felirat megvan, majd lemásolod ugyanezt a címklippet egy másolással, rákattintasz, és van olyan, hogy duplikálte klip, és nagyon boldogan látod, hogy van egy másolat, amit szintén rákattintasz, és utána szerkeszthetővé válik a címklip szerkesztőbe, beszínezed, az lesz a harmadik, azaz a legfelső címklipünk. A következő lépés az nyilvánvalóan itt, hát nem igazán azt kaptuk, amit szerettünk volna, mert hiszen a fehér az eltűnt, a színezet pedig hát eltakarta az egészet. Rotoszkópiával fogjuk megoldani, rotoszkópia felsőre, tehát a színessel ráhúzod, effektusokhoz odamész, és bemész a legelejére, és elhelyezed azokat a pontokat, ahonnét indul. Itt, és itt, és itt, és jobb klikkel bezárod. Igazából szerkesztő módnak hívom azt, amikor nem azt látom, amit én szeretnék, hanem a fekete pacnit, ahogy az előbb is láttátok, de hát így könnyebb szerkeszteni és utána átállítani olyan fedési módszerre, olyan fedési metódusra, amilyenre szeretnénk. Oké, megvan az első klip, innéd induljon a mozgatás, hozzátettünk egy keyframe-et, ami igazából idáig semmit nem változtat, majd a következő kijelöljük azt, hogy meddig tartson az effektus, ráklikkelünk, odahúzzuk a vágót, vagy itt ráklikkelünk, és megkapja a következő keyframe-et, szépen beállítjuk, mert most éppen olyat szeretnék, hogy innétől idáig menjen, beállítjuk, hogy mitől, meddig mozgassa át, kirajzoljuk azt a területet,
Majd én úgy gondolom, hogy ide valahol egy megint bejelölt pontot, a keyframe-et szeretnék elhelyezni, beteszek egy keyframe-et, semmi nem változik, és a végén legyen egy olyan keyframe-ünk, ami azt csinálja, olyan utasítás, hogy ettől a ponttól kezdve innéltől tűnjön el a színezék, és tűnjön elő az előző fehér, azaz ennél a keyframe-nél én bizony ezt szépen áthúzom, és megint a fehér fog látszódni, ami számomra teljesen megfelel. Itt, hogy milyen alakzatban néz ki, teljesen mindegy. Nézzük is meg, hogy mit sikerült összehozni. Semmi nincs, az elejére léptettünk, elindítom, és elindul, ott marad, nem változik és eltűnik. És megfelelő ez számunkra, ezt szerettük volna, megint nézzük meg. Megy, színez, és marad, és visszafehéredik, és elértük a végét. Most már nincs más teendő, csak kitalálni azt, hogy ne ilyen fekete paca legyen, tisztán ábrázolja, hát ez igazából nem jó nekünk, a maximum, hát az sem az, amit szeretnénk, a minimum, hát, na hát, no hát ez már igen, ő kék, ő meg zöld, nézzük is meg, hogy a effektusunk és a fedettségünk az alfa művelet, az megfelelője számunkra, és élőben nézzük meg, hoppá, semmi kékül, zöldül, sárgul, marad és fehérül, és ennyi is elérkeztünk a végeig. Egyszerű? Hát nem azt mondom, hogy egyszerű, mert pontosan össze kell hozni az első, a második címklipet, ezt másolással megoldhatjuk, illetve Inkscape-be is megszerkesztheted, hogyha éppen olyan van, hogy ennél egy kicsit bonyolultabb színösszetétel, tehát a betűket szeretnéd színezni olyanra, amilyenre te szeretnéd külön-külön-külön Inkscape-be ezt meg tudod tenni, bár a címklip szerkesztővel is össze lehet ilyet kínlódni, de nem igazán erre való, azaz elkészíted a eredetit, és amilyenre váltodjon, majd utána a rotoszkópiával összeállítod azt, hogy milyen ütemeben legyen az átszínezés, azt természetesen jól tudod keyframe-ekkel szabályozni. Nagyon-nagyon jó pofa, és kényelmes, egyszerű ez a rotoszkópia. Köszi szépen, sziasztok!